Jó estét kívánok, kedves nézőink! A mai 20-24 fokos csúcshőmérséklet messze nem emlékeztetett az igazi nyárra, sőt a szeles időben hűvösnek érezhettük a levegőt. Holnapra már erősödik a felmelegedés, és csaknem zavartalan lesz a napsütés. Hazánk időjárását ugyanis magas nyomású légköri képződmény határozza meg, a nagyobb felhőrendszerek pedig messze elkerülik térségünket. Éjszaka derült lesz az ég felettünk, és hűvös hajnal elé nézünk. Többnyire 6 és 11 fok közé esik vissza a hőmérséklet, de északkeleten ennél akár hidegebb is lehet. Holnap napközben országszerte sok napsütésben bízhatunk, csupán a délutáni órákban néhol jelennek meg fátyol felhők az égen, ám ezekből csapadék nem lesz. A tűző napsütésben nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, 11 és 15 óra között nem javasolt a napozás. Egyébként holnap már csak helyenként erősödik meg a szél, a csúcshőmérséklet pedig 24 és 28 fok között alakul. A továbbiakban még mindig a felmelegedés lesz a jellemző, a legmelegebb nap kedd lesz. Ekkor mindenhol 30 fok feletti értékeket mutatnak majd a hőmérők, és a nagy melegre kedden délután a mostani számítások szerint érkezik egy hidegfront. A hidegfront szerdára átvonul záporokkal, zivatarokkal, és a jövő hét második felére ismét kissé mérséklődik a felmelegedés. További kellemes szombat estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!